Az Iharos-Berényi Bandérium Hungarorum hagyományőrző csoport tagjai tartottak villámbemutatót az érdeklődőknek. A rövid műsor ízelítőként is szolgált a taktoborzást célzó csapat ténykedéséről. 13. századi hagyományőrzéssel foglalkozunk. Ez szűkebben azt akarja, hogy harc, viselet és fegyverrekonstrukciókat csinálunk, ezzel foglalkozunk. Amit itt láthattak, az is egy 13. században fennmaradt vívókódex harci mozdulatainak a rekonstrukciója volt, majd egy kis szabadvívás erre, ezekre a technikákra alapozva. A villámcsődület megálmodója, Fási Barnabás egy őrkényművel ajándékozta meg a közönséget a hétfői könyvtárnyitás előtt. Az első pár hétben még szinte csak a könyvtárosok voltak kint, meg az emberek nehezen dolgozták fel, hogy most akkor elálljuk az útjukat, és miért nem engedjük be őket a könyvtárba, de megvolt a nagy áttörés is, mert már elkezdtek megállni az emberek, akik erre jártak, ők is ide csatlakoztak, és igazából bejöttek a könyvtárba utána, úgyhogy elérte a célját a program, remélem majd így is fog tovább folytatódni. Két hét szünet után legközelebb augusztus 8-án várják villámcsődülettel a Rozgonyi utcán járókat. A tervek szerint még 3 alkalommal lepi meg kis műsorral a közönséget a hétfői nyitás előtt az intézmény.